videófelvételt készítek erről a nagyon megkímélt Sony Minidisc Recorder lejátszóról. Egy kompakt méret, de rendkívül szép állapotú és teljesen hibátlan működésű. Természetesen távirányítót is adok hozzá, mely teljes mértékben full vezérli a készüléket. A készülékre elindítok egy felvételt, beállítom a record mód, a stereo, digitális jelbemenet, akkor a pauzén van, elindítom a felvételt, itt elindítom a lejátszást, már megy is. A felvétel jelszintet lehet szabályozni, a digitális optikai bemenetnél viszont automatikus felvételt készít, ilyenkor nem lehet belenyúlni. De ilyenkor a legoptimálisabb szintre beállítja magát és egy az egybe másol. Lealkítom egy picit, mert alapjában véve a felvételt akarom bemutatni, hogy hogy működik a készülék és egyéb dolgok, amit tudni kell a készülékről. Van rajta optikai digitális bemenet, optikai digitális kimenet, és ugyanez RCA in-out-tal megoldva. Megállítom a felvételt. Hát az egyes szám az semmi nem lesz, mert a kettes számra ment már alapból a felvétel. Elindítom a lejátszást. Az csak pár másodperc lehet, és igen, át is kapcsolt a kettesre automatikusan. Mint látjuk, teljesen hibátlanul működik. Gyönyörű szépen vesz föl. Lepauzézom, hogy halljuk, hogy ez szól. Gyönyörű szép hangja van, rendes Sony Minidisc távirányítóval, a hátulját is videózom. Mint látjuk, eredeti japán gyártmány, itt van a Dolby, illetve a digitális optikai bemenet, itt a kimenet, és itt vannak az RCA csatlakozók, az egyikkel most jön be a jel, illetve megy ki. Van rajta egy főkapcsoló. A csavarok minden eredeti állapotban bontatlan készülékről van szó. És teljesen hibátlan, nagyon szép állapotú. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted videófelvételem. Sok szép órát, zenehallgatást kívánok hozzá. Most lefinalizálja ilyenkor a lemezt, és meg ki is dobja. Tovább is